A digitalizációt támogatja az Agrárminisztérium, az automatizálás és a robotizáció a generációváltást is segítheti, közölte az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, az ágazat nem lehet versenyképes, ha a 20. századi technológiát használják a gazdák. A gazdaságok technológiai korszerűsítése az agrárium jövedelmezőségi szempontja miatt is kiemelt feladat a következő években. A digitalizáció, az automatizáció és a robotizáció azt is elősegíti, hogy sokkal kevesebb méreganyagot juttassanak ki a gazdák, közölte az agrárminiszter. A digitalizáció továbbá nagyfokú fizikai munkaerőt szabadít fel, ez a generációváltás miatt lényeges. A fiataloknak sokkal vonzóbb egy olyan terület, amelyet okostelefonokról és számítógépekről vezérelve is tudnak kezelni. Nagy István hozzátette, rohamtempókban változik a világ, évről évre megújulnak a gépek és a technológia is. Felelősséggel tartozunk a teremtett világunkért, és a precíziós gazdálkodás az óriási lehetőségeket rejt abban, hogy sokkal kevesebb méreganyagot juttassunk ki, sokkal célzatosabban juttassuk ki, azaz úgy bánjunk a javainkkal, ami az unokáink számára is majd elérhető lesz. És a digitalizáció, automatizáció, robotizáció alkalmazása az mind-mind ezt a célt tudja szolgálni. És utolsó sorban pedig azért nagyfokú fizikai munkaerőt szabadít föl. És azért mégiscsak generációváltás kérdésköre nagyon éles az agráriumban. A fiataloknak sokkal vonzóbb egy ilyen terület, amelyet készséggel használnak, hiszen az okostelefonjaik, a kompjútereik készségszintű használatával ők már bírnak, rendelkeznek, akkor a gazdaságuk is, hogyha technológiai korszerűsítve van, ha automatizációval, robotokkal főszerelt, akkor a sokkal vonzóbb a számukra, és nagyobb jövedelemtermelő képességgel bír. Ezért nagyon-nagyon fontos ez számunkra. Hogyha a magyar gazdaságot nézzük, mennyire alkalmazzák már ezt az új technológiát? Roham léptekben halad. Én mindenkinek ajánlom az Agromas Expo-t, illetve a Prega kiállítást, hogyha eljön Budapestre, megnézi, 2-3 hét múlva lesz pontosan az Agromas, hogy mennyit változik évről évre a világ. Ha egyet valaki kihagy, akkor szinte nem is ismer rá arra, hogy mennyire megújultak a gépek, berendezéseink, mennyire új technológiák jönnek. Ma már nem kérdés az, hogy 800 fejős tehenű gazdaságot két emberrel el lehet látni, mert automatizáció van a fejésben, a robotok végzik, a takarmányozásban és minden egyéb szinten. A két ember az egyik figyeli az adatokat, hogy rendben beérkeznek-e a komputerekbe, a másik pedig lent kiválasztja azokat a teheneket, akikkel valamilyen gond van. Ma már az agrármérnök tudás is egészen mást jelent, mint ami korábban volt, hiszen arra kell készíteni a fiatalokat, hogy ezen adatokat rendszerezni, feldolgozni tudják, és ezekből a feldolgozott adatokból tudjanak következtetést és döntéseket hozni. Ez egészen más típusú agrármérnököket igényel ma már ez a 21. századi agrárium. És ez azt teszi lehetővé, hogy kevesebb munkaerővel, kevesebb fizikai ráfordítással, komfortosabb körülmények között tudjunk dolgozni mi emberek, az állatokat pedig sokkal jobb körülmények közé tudjuk tenni, hiszen ezek a berendezések az ő komfort érzetét sokkal inkább kiszolgálják, sokkal komfortosabbá teszik számára. A gazdasági oldala pedig az, hogy mivel minden precíziósan van meghatározva, ezért jóval kevesebb, vagyis inkább úgy fogalmazom, hogy sokkal inkább az igényhez szabottan tudunk mindent adni. Tehát az, hogy egy termőföld területen nem teljes egészében vegyszerezünk, hanem drónokkal megnézzük, hogy hol van fertőzés, mi a fertőzés góc, drónokkal fölé megyünk, és csak azt a gócot permetezzük le, megszűnik a probléma, nem terjed tovább, és nem mérgeztük az egész talajt. De ugyanez a tápanyag utánpótlás is. Nem műtrágyázunk esztelenül az egész területet, hanem amelyik területre csak nitrát kell oda. Nitrátot teszünk, ahol cink, mangán, vagy éppen kobalt kiegészítés kell, vagy kálcium, akkor oda azt fogjuk tenni. Tehát céltudatosan tudjuk ezeket kijutatni, és ezért cserébe azt kapjuk, hogy a talaj tápanyagtartalma, a mikroorganusok száma sokkal inkább intenzív lesz, és egy élő szervezetet tudunk létrehozni. Tehát ezek a technológiák mind-mind azt szolgálják, hogy a teremtett világgal hogyan tudunk felelősséget vállalni, hogyan tudjuk hosszú távon fenntarthatóvá tenni. Ha egy kicsit ennek a gazdaságnak az anyagi részét nézzük, mennyivel nagyobb befektetést igényel, illetve tudják ezt támogatni ezeket a gazdákat? Természetesen a következő közös agrárpolitikának a fő iránya ez.
hiszen a fiatalok vannak a homloktérbe állítva, őket pedig máshogy nem tudjuk bevonzani, csak korszerű technológiával és jobb jövedelem termelő képességgel. Mindez ezeket szolgálja. Csak egy példát hagy mondjak, Magyar Tarka Tehenészet, 60 darab tehén, 2 fejű robot, és 7 év alatt megtérült a beruházása az egésznek. Én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, tehát ma már ezek a számok ezt biztosítják, hogy egy 50-60-as tehenészetben is megéri beruházni, mert kiváltja a fizikai munkaerőt, kiváltja a munkabért, és ez az egyik legnagyobb kitevője ma már egy gazdaság kiadásainak, ezért ez egy végtelen fontos dolog. Tehát a következő időszak hangsúlyosan erről fog szólni, milyen támogatások, milyen pályázatok szolgálnak technológiai megújulásra és munkaerő kiváltásra. Ezek a berendezések nem csak az emberek, hanem az állatok komfortérzetét is jobban kiszolgálják, valamint jobb tartási körülményeket is biztosítanak, tette hozzá az agrárminiszter. A hazai agrárpolitika fő iránya a fiatal gazdák digitalizációs fejlesztéseinek támogatása. Egy másik fontos kérdéskör a mezőgazdaságban a haszon és hobbi állatok fogalmának tisztázása. Nagyon-nagyon fontos kérdéskör, mert az ember elszakad a természettől. Egyre többen urbanizált körülmények között élnek, nagyvárosokban élnek, és a nagyvárosok belvárosaiban élnek. És az teljesen természetes mindnyájunknak, hogy a tányírunkon ott van az elkészített étel, ott van a grillezett csirkemell, de az nem természetes, hogy ezért le kell vágni, meg kell ölni azt a csirkét. És ebből aztán mindenféle téves mozgalmak, társadalmi megmozdulások indulnak, amely végtelenül hosszú távon beláthatatlan következményekkel járhat. Ezért nagyon fontos a normalitásnak a megtartása, hogy tudjunk különbséget választani, különbséget tenni haszonállat és társállat között. Hogy természetesen a kutyánkat, a macskánkat, a lovunkat, azt szeretjük, az hozzánk nő, az szolgálja azt az érzést, hogy szerethetünk, és hogy szeretnek bennünket ebben a formában. De azt is tudomásul kell venni, hogy a haszonállatok azért lettek teremtve, hogy kiszolgálják azt az emberi igényt, hogy míg leszünk a Földön, addig ennünk és innunk kell. Tehát ezt nem lehet összemosni a kettőt. Tehát az természetes követelmény, és pont az előbbi témakör, az automatizáció, robotizáció, pontosan azt szolgálja, hogy a haszonállatainknak is adjunk meg minden komfortérzet lehetőséget. Hogy minél jobb körülmények között tudják letölteni azt az idejüket, amíg az az idő el nem jön, hogy őket le kell vágni, és főhasználásra kerülnek. De addig felelősek vagyunk értük, hogy a legmegfelelőbb komfort körülmények között tartsuk. De nem lehet olyan mozgalmakban szerveződni, amely ezt bűntudatot keltve ettől majd bennünket el akar tántorítani. Mert a világ úgy lett teremtve, hogy a haszonállatok azért vannak, hogy azokat el kell fogyasztani. Elhangzott ugye egy ilyen is, hogy például a tojás ára is akár 3-szorosára emelkedhet. Ez mennyire reális? Ez teljesen reális, hiszen a mozgalmak már elindultak arra, hogy a ketreces tojás termelésben ott a tyúkok nagyon szenvednek, az a tyúknak nem jó, csak épp a tyúkot nem kérdezi meg senki, hogy hol érzi magát biztonságban, ott a ketrecben, vagy a mélyalmon, ahol majd egymást taposva, riadva fullad meg mondjuk a tartásba. Nem beszélve arról, hogy a ketreces tojás termelésben abszolút higiénikus tojást tudunk előállítani a legolcsóbb körülmények között, ezt tudja biztosítani a legolcsóbb szinten a legszélesebb társadalmi igény kiszolgálását, hiszen a tojás a teljes értékű fehérje. Azaz az olyan teljes értékű táplálék, amely mindnyájunk számára elérhetővé válik. Ha nem engedjük a ketrezes tojástermelést, mélyalmasra tesszük, meg 3-szorozódik a tojás jelenlegi ára. Ráadásul a nedve szalma miatt szalmonella fertőzés jön, tehát egy egészségtelenebb, kockázatosabb terméket nyerünk, jóval drágábban. Miért engedjük meg magunknak azt, hogy kiszorítunk a fogyasztásából nagyon széles társadalmi rétegeket? Mert 96 forintos a mai árakhoz képest, akkor 96 forintért fogunk egy tojást tenni. De jön egy másik kérdéskör. És azt gondoljuk, hogy akkor nem lesz olcsó tojás, de lesz, mert óriási társadalmi igény van arra, hogy mindenki meg tudja venni. De akkor honnan lesz, ha nem engedjük az európai gazdáknak? Majd egy Európán kívüli országból,
ahol azt sem tudjuk, hogy milyen körülmények között, milyen takarmányzással, milyen állategészségügyi és higiénői viszonyok között termeljük a tojást. Ráadásul szállítjuk több tízezer kilométeren keresztül, ahol a klíma vészhelyzet és minden egyéb kérdéskör aztán itt majd fölmerül. Hát nem képmutatás ez? Nem engedjük, hogy az európai gazdák boldoguljanak és minőségi élelmiszert, alapanyagot letenjenek az asztalra, ezért cserébe valahonnan ellenőrizetlen körülmények között hozunk és kockáztatjuk az egészségünket. Ez abszolút nem fair. Tehát meg kell védenünk a gazdák érdekeit, és meg kell védenünk a fogyasztók érdekeit, össze kell hangolnunk. Na erre kell hangsúlyt fektetnünk az elkövetkező időszakban. Az agrárium eredményes évet zárt 2019-ben. Az azt megelőzőhöz képest 3%-kal bővült az ágazat teljesítménye. Az agrárium fontos szerepet tölt be a nemzetgazdaságban is, hiszen 2019-ben az ország export többletének a felét az agrártermékek tették ki. Ez 2776 milliárd forintnyi exportértéket jelent, amely 9%-kal több 2018-hoz képest. 2020-ban 450 milliárd forintnyi területalapú támogatás, illetve egy 100 milliárd forintos rendkívül kedvező beruházási kölcsön válik elérhetővé a gazdáknak, közölte Nagy István.